Bence, gratulálunk. Mennyire értékes ez a három pont? Nagyon fontos győzelem volt. Így terveztük el, hogy hátul nagyon stabilak legyünk, mert elő úgyis lesz helyzetünk. Hál' Istennek sikerült. Veled kapcsolatban az a terv, hogy egy-egy szezonban előre törsz és megszerzed a saját magad gólját? Most jött el az ideje, egyébként 2019-ben találtál be utoljára. Igen, igen, hát jól jött ki a lépés, hál' Istennek. Örülök neki, hogy sikerült a 100. meccsre. Nem szeretnék tisztenetlen lenni, de tényleg megyek haza busójárásra, úgyhogy otthon van a család, mindenki vár. Miben hatékonyabb a Debrecen a mai mérkőzés alapján? Mindjárt elengedünk egyébként ma meccsre. Hogy miben hatékonyabb? Miben volt hatékonyabb a mai meccs alapján? Nem tudom. Nem tudom, miben voltunk hatékonyabbak. A Széchenyek is ott volt a lehetősége, az is majdnem gól lett. A 11-est azt nem tudom, hogy az les volt-e vagy sem. Nagyon stabilak vagyunk, és igazából szerintem ez az erőnk. Mitől lett ennyire paprikás a hangulat a meccs végére? Hát nem tudom, azért kiélezett a küzdelem, látjuk a tabellán is, hogy egy-egy pont nagyon sokat számít, és ez a három pont, ez nekünk most nagyon fontos volt. 28 pontos ezzel a Debrecen, megelőztétek a Mezőkövesdet, a hetedik helyen álltok a tabellán, most már picit meg lehet nyugodni? Nem lehet megnyugodni, ezt így kell folytatni, a következő mérkőzésre kell koncentrálni, ami Honvéd lesz. Ott is három pontért megyünk, és szeretnénk minél előbb végezni. Irány Mohácsok. Irány Mohácsok, köszönöm szépen, szia!